vágjunk bele! Hölgyeim és uraim, köszönti önöket a TV2 stúdiójában Yoshi Barát! Nagyon kellemes délután kívánok mindenkinek! Továbbra is hozzászólhatnak adásunkhoz SMS-ben, a képernyőn látható telefonszámon. Írjanak bátran és őszintén. Mai első vendégem unokáért küzd. Bözsike. Mi van az ön unokájával? Hát, Gyorsi úr, kérem, volna egy olyan kérésem nekem. Az én unokám egy súlyos szellemi beteg, akit elvitt egy fiú, először is volt egy mostohapja, aki annyira tönkretette ennek az idegrendszerét, hogy orális szexet művelt vele kislánykorától, valamitől, hogy attól-e vagy nem, én nem tudom, 100%-osan volt neki egy nagy műtéte, egy olyan, hogy nyelőcsév műtéte. Mikor ez befejeződött, betöltötte 18 évet, valahogy bekerült az intézetbe. Majd 18 éves korában a lánka hozzám került, mert én kivettem őt az intézetből. Hát rossz körülményei voltak, és a szüleitől elvették ezt a lányt, és a többi testvéreit is. És a lány csak hozzám akart mindenféleképp jönni, mert én velem tartotta a kapcsolatot. És ez az Otto nevű fiú elvitte őt tőlünk, megismerkedett vele, mi semmiféleképp nem akartuk, de ugye a lánynak nem tudtam parancsolni, és meghitt minket a Otto, hogy nézzük meg a körülményét. Én elmentem a kislányjal kocsival, megnéztük, de amikor megláttam a körülményét, én mondtam a kislánynak, drágám, azonnal ülj be kocsival, mert itten te el fogsz pusztani ebbe körülménybe. De az Otto erőszakoskodott, és azt mondtam, még egy kicsit várjanak, majd hazamegy, beszélgetünk, majd én hazaviszem. De már a lány se jött velem. És kénytelen voltam őt ott hagyni, és akkor hát azt mondta, hogy ő jó lesz hozzá, majd később, mikor egy kis idő eltelt, akkor már az Otto megverte őt, a fogát kiverte neki. Volt olyan körülmény is, hogy a fiúknak odaadta őt, és kitépte neki a haját, olyan nagy foltok voltak a hajának, kitépte. És én, és a lányhol mentünk látogatni, és a lány azt mondta, mama, a menyecskémmel voltam, az a keresztanyja. Tovább nem bírom ezt, meghalok én ezek között. Hidd el, neked volt igazad mindenbe, kérlek, mama, vigyél haza. És mondom, szállj be a kocsiba. Ki akarták őt húzni a kocsiból, de én mondtam neki, hogy még én vagyok a gyámja. Amennyiben kihúzátok, hívom a rendőrséget. És így a lány maradt a kocsiba. Hazavittük őt, és a lány elmondta, hogy orális szexet csináltak vele most is, és odaadta őket a barátának, és egy kis időre, de a barátja nem vitte őt vissza időbe, akkor szólt a rendőrségnek, hogy eltűnt a Nóra. Akkor másnap, mintha ma este elvitték volna őt, tehát 8 órakor, majd másnap 5 órakor került haza a lány, abba a faluba, hogy menjen haza, visszavitt őt az a ismerős barátja az Ottónak, és a rendőrségre be kellett vinni a lányt, hogy megje van már, és behívattak a rendőrségre engemet is, hogy kérdezze meg már az anyakat, hol volt egyik éjjel, egy éjjel és egy nap. Norikám, hol voltál? Csak zokogott és sírt, és zokogott és sírt, és Attilának hívták az ügyintézőt, és akkor ott bement a szobájába, kint maradt a lány, és rúgta fülembe, mama, hát te Otto mondta, hogy menjek el én ide ezekkel a fiúk. Nem is ővel voltam többen is itt, de azért vagyok ilyen nagyon csúnyán lefogyva, ma nagyon megkínoztak engem. És ebből a kalandból volt neki, van egy kislánya. Hát te Otto azt mondja, hogy az övé, a kislány meg azt mondta, hogy azért, akivel két napig el. Mit te jöttet. Én nem tudom, hogy még az övé vagy nem, de kislány nem hasonlít a Ottóra. Ez a gyerek erőszakos, egyáltalán nem engedi velünk beszélni, hozzám se szólhat a lány, teljesen kiiktatott az életéből. Most hol van unokája? Hát az unokám most ott van.
Ottan, abban a Ottóval. De önnél lakik, vagy a... De hogy lakik, bár csak nálam lakna, ott a fiúnál lakik. A gyerek is ott van? A gyerek is ott van, de nem engedi azt, hogy egy napra meglátogassuk, vagy pedig ott lányhoz jön egyszer, nem akarja, hogy elmondja azt, hogy mi történik vele. Na most van nyoma, amit ő mond annak, hogy mi minden történt ezzel a szegény lányjal? Egész biztos, igen, hogy ott... Többen erről. Nem, hivatalos. Ja, hivatalos. Mikor én feljelentettem, akkor a lány nem engedték be a bíróságra, hiába kérte a bíró, de én mégis a bíróval erőszakoskodtam, hogy annyit tegyem meg, hogy a lányt helyezzék el a szüleitől egy iskolába. Akkor a bíró elhelyezte egy iskolába. Nem, én mostanról beszélek, hogy amikor vele ezek a borzalmas dolgok történtek, ahogy ön mondja. Hogy rendőrsége voltam, és följelentést tettem, igen. Nem, ez, hogy az Otto elvitte rendőrségi nyomjában, de olyan alapon tette az Otto, hogy elment a lány este, és másnap jött vissza, és kint a határba elkódolgott, mert kinti WC-jük van, és a lány kiment, és nem tudott visszamenni. Hát ilyen nincs. Mikor találkozott utoljára Ottóval? Ottóval én megmondom őszintén, mamán egy, hát a tárgyalásról láttam őt, de hozzám soha nem szól, míg a lány se szólhat, míg annyit sem mondtad, ott szervat. Nézzet, most lesz lehetősége, hogy beszélgessünk Ottóval is. Jó van. Hogy kiderüljön. Hát Otto biztos letegedje. Mi a legjobb megoldás. Értem. Az ő unokáját és a kisbabát nézve, rendben? Jó, nagyon köszönöm. Jó? Jó. Akkor most ő következik. Jó. Otto. Na, Bözsike, itt az Otto, nézzük meg, mi van az unokájával. Hát Otto, én azért jöttem ide ebbe műsorba, hogy szeretném, ha lányt visszaadnád, mert a lány súlyos beteg, tudod, te nagyon jó szellemi fogyatékos, súlyos lesz, és mióta nálad van, annak nagy mértékben csökkent a belátási képessége, és akkor még idegileg is nagyon lecsökkent, ez meg van írva a szakvéleményben, benne van, ott te megverted, fogát kiverted, tudod, hogy így volt, mert föl is jelentettelek téged, és nagyon megkérlek, hogy add vissza ezt a lányt becsületesen, olyan lányt kell neked keresni, aki nem csak 10-ig tudsz számolni, laglép 20-ig, ma neked csak olyan lányt kell, aki 20-ig laglép tudsz számolni, mert te csak vagy beszámítató, teljesen, mert te jöttél hozzám decemberben egy nagy kocsival, hogy amit a intézetből hozott vagyon, talán adjam át neki. Hát egy intézetből milyen vagyon küldenek, egy évig volt a lánya intézetben, akkor hol normális ő, kérem, ő is beszámítatatlan. Ez most igaz, ez a történet? Igaz, akkor igaz. Tárgyalásra miért nem jöttem most? Hát már én beteg voltam. Kettőre miért nem jöttem? Vagy már én beteg... Maga jelentett fel. Hát igen, akkor miről beszélgetünk az egészről? Én voltam beteg, már magas volt. Amikor a rendőrségek kijött, mi volt? Igen, a rendőrséget is becsaptad, igen. Nem igaz, te becsaptad a rendőrséget is. Mi? Megfelelt. Hát igen, miért rakták rám a gyámságot, magáról levették? Hát azért, mert te erőszakoskodtál, hogy jó, ellátod a babát, de azt a védjönni, nincs ott, mikor te kis lányt odaadod a barátaidnak. Jó, milyen barátaidnak? Miért vették? Ön szerint mi történt? Őróla levették a gyámságot, mert ő volt három éve nálam van a hölgy, élettársam. Lett egy gyerek, a mama akkor ízét már, amikor a nyugdíjat. Mert én nem kaptam 2,5 évig a nyugdíját, a Nóriét. És akkor én kértem a gyámhivatalt, hogy szeretném a nyugdíjat, ha kapnánk, mert van mivel már kisgyerek, szeretném. Ezért a mama meg belázadott, és akkor jelengetések megjöttek. Ő azt mondja, hogy alapvetően Nóra egy szellemi fogyatékos lány, tehát mindig segítségre szorul. Nem tud úgy kiigazodni világban. És azt mondta, aki ilyen helyzetben van, ő vele, ha csúnya dolgok történnek, mert ő említett nagyon csúnya dolgokat, ez hogy így van. De az mikre kényszerítették őt, kiderült. Papíron van. De eddig kiderült, hogy valótlan. Akkor miért nem nyerte meg a tárgyalást? Valótlan. Még nem is volt a tárgyalás, hát nincs is vége. Azt is kitaláltam, hogy nagyon beteg lettem, és azért nem tudtam, mert van orvosi papírom is, amit beküldtem a bíróságnak. Hát orvosi papírral maga, persze. Az igaz-e, egy dolgot meg kell kérdeznem, mert ön valamit állított. Hogy orális szexet használnak a lánnál, igen. Mit? Az nem is tudná. Igen, ez az igaz. Ő is, meg a sógora is, a barátja is, kérem. Persze, hogy feljelentést tettem, hogy egy beteg... Én meg magát használtam, akkor mi írok? Ide figyelj, nagyon vigyázz a szádra, nagyon megkérlek. De különben elintézem, hogy orvosi szakvéleményt kérek magától, hogy én bemegyek és el fogom intézni, mert már elegem van magából. Persze, hogy én nem járhatsz oda, lány, egyáltalán nem szólhatsz hozzánk, haza nem járhat egyáltalán. És sokáig mentem oda. Nem járhat haza, mert csinálja állandóan a balhét ott. Én remélem, hogy mind a ketten
azt hiszi, hogy igazat mond. Mert ebben a de pillanatban... nekem papír valamit én mondok, tessék. De neki is papírja van. Neki is papírja van. Én úgy érzem, hogy ön is, Otto is, ebben a pillanatban, ha igaz, amit ő mond, ön mond, hát mindenki ennek a Norinak a javát akarja, hogy ő jó helyzetben legyen. Hát jobb helyzetben legyünk. Hát jobb helyzetben, mert a csapat is kiveri, haját is kiszívta, ilyen nagy darabokra. Én nem vagyok gyagya, mert az én fiam ezt megtűnt, miket beszélsz, azt tudod, levág neked olyan papont, hogy észreltél. Már ígérte, ígérte. Hát képzel, eljött a Nóra után, és látta, hogy fiam, hogy ki van tépve a lánynak a haja, a foga ki van neki verve. Melyik a passz, hogy jót tette, gyere, fiskél többit is. És mindegyik megvan, kislányra szétvertem a fejét, azért is behívt a tárgyalásra. Hát azt is a te feleség, azt is a Nórika mondta el, igen. Ösz van róla papír, hogy szétvertem a fejét. Én azt nem mondtam, hogy szétverted a fejét, ezt nem mondtam. Ha jót akar, mindenki legyen tárgyilagos. Mert én azt hiszem, hogy ha itt van két ember. Én visszajelentem most. Nézd, a legfontosabb dolog Otto, Bözsike. Igen. Ugye azt tudni kell, hogy Nóra ebben a világban, ha bajban van, két emberre számít. Csak rám. Várj, egy pillanat, türelem. Két, ön mint nagymama, ő mint élettárs. Ha ketten civakodnak, akkor Nóra abból csak rosszul jár. Én megértem az aggodalmát, de tudomásul kell vennie. Hogy el kell felejteni hogy engem. Nem, azt soha nem kell elfelejteni, abban nincs igaza Otto. Tudomásul kell vennie, hogy ő Nórinak a gyámja és a gondnoka. Nem van ebben semmi baj. Ha magának az nem tetszik. Tetszik ez, ha velünk is engeddel ankat. Ha magának az nem tetszik, igen. Az lehet felülbírálatot kérni, megtámadni az ítéletet, hogy újra tárgyalják, stb. De addig ezt tiszteletben kell tartani. Jobban jár, ha tudni akarja, hogy igazában mi van Nórival, akkor nincs más választása. Hát nem is engedi hozzá. Hadd mondjak végig. Csak egy választása van, hogy kettő között normális beszélő viszony legyen. Ha ő úgy érzi, hogy ön csak ő ellen állandóan csinál ezt, azt, amazt, akkor azt fogja mondani, hogy maga az ellenség, nem kell. De a kettő között bizalmi kapcsolat alakul, és önnek is azt ajánlom, ne döntse el. Nem is döntheti el Nóra helyett, hogy ő felejtse el a nagymamát, mert embernek nagyszülővel kell kapcsolatot tartani. De mindig. Akkor én is, várjon, legyen. De ilyenkor kell sok türelem. Sok türelem kell. Mi sok türelem? Hát már unom, hogy járok állandóan. De ez nem igaz. Minden hónapban háromszor járok állandóan. De egy életet nem lehet háborúzni. Nóri érdekét kell szám előtt tartani. Én azt figyelem is. És nézd. Van egy fontos rész, amit nem lehet kiiktatni, nem lehet kitörölni, hogy ő a nagymama. Ha rendeződik önök között ha a kapcsolat, ha rendeződik, ha mindenkire megnyugszik a indulat, a nem haragszanak már egymásra, hanem tényleg igazságra kíváncsi. Ha igazságra is mindenki tiszta szívből igazat mondja, akkor Nóri nem járhat rosszul. Hát mert igen. Így ön is mond valamit, ő is mond valamit. Egy hatóság, vagy bárki nem tud döntést hozni. Nóri érdekében mindenki legyen őszinte, aki eddig hibát követett el, azt mondja, hogy igen, ez a lány ezt nem érdemli meg. Neki szüksége van a segítségre, felelősségteljes élettársra, nagymamára, rokonra, bárkire. Ne vádaskodjanak, hanem mindenki legyen nyitott arra, hogy másik mond, abban van egy igazság, vagy nincsen. Ha ezt megteszi, akkor én 100%-osan biztos vagyok, hogy Nórinak lesz élettársa is, akit szeret, és akitől gyereke van, és lesz egy hát nagymama gyerek, is, lesz egy nagymama is, aki aggódik érte, mert ha így folytatják, akkor vagy le van. Tehát vagy hát, ottól lesz, vagy nem. Nagymama is. Mink annyira nem leszek szűk. Nem. Bőzsike, hallgass, amit én mondok, ha nem jött rád, akkor nem fog hallani. Tehát csak azt mondom, hogyha azt akarja, hogy Nórinak élettársa is, nagymamája is legyen, az muszáj valami középutat találni, ahol tudnak higgadtan beszélgetni. Így, még egyszer mondom, Nórit éri a veszteség, tehát vagy van párja, vagy van nagymamája. Én azt akarom, azt szeretnék, hogy önök mint felelősségteljes emberek, ha aggódnak igazán Nóriért, akkor hozzák létre azt a légkört, ahol élettársa is legyen, meg nagymamája is legyen. Ha ezt megteszik, akkor lehet azt mondani, hogy na, mi Nórinak
igazán gondját viseltünk. Köszönöm, hogy eljöttek hozzám. Hamarosan folytatjuk.